A 12. D osztály szintjén. Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, és csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk. Szent próbálgatásokkal teli négy év volt. Volt, aki egészen összejutott, és volt, aki csak alig mert elrogaszkodni a földtől. De megtanultunk összekapaszkodni, és most mindannyiunknak szállni kell. Ebben a repülésben benne lesznek vidám közös pillanataink. A Dunakanyarbeli túlélő tábor, éjszakai túránk a Mátrai és Sárrengetegben, krakói barangolásunk és a topolyi derűs bográcsozás. Az a sok-sok idő, amit a 20-as terem tarka-barka falai között töltöttünk. Benne lesznek a felszabadult felbeteges bólik, az itt kötetett barátságok, az itt szövődött szerelmek, és minden, ami eddigi életünk legemlékezetesebb évei alatt történt. Egy éve még harmadikosokként álltunk ezen a színpadon, a negyedikeseket ünnepelve. Így egy kicsit mi is részesei lehetünk ennek a csodának. Mennyire vártuk ezt a pillanatot, hányszor néztük várakozva a szalagra, és most ez a nap csak is a miénk. Itt ülnek büszke szüleink, akik tudják, hogy jó, jó úton indítottak el minket. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rátok. És tanáraink, akik az első tanítási naptól kezdve gondosan a figyeléssel vezetnek bennünket. Magyar Finn angyalkánkról, szeretnivaló osztályfőnökünkről még nem is beszéltünk. Ő az, akinek kacagása mindig szint visz életünkbe, aki mindig a szárnyai alá vesz minket. A teljes igazsághoz, tapasztalataink szerint, viszont az is hozzátartozik, hogy az irodalomkönyv jobban áll a kezében, mint a fakanál. Ez alatt a négy év alatt közös történetet írtunk, ami csak a miénk. Meg kellett kötnünk a magunk kisebb-nagyobb kompromisszumait, megtanultunk csiszolni és csiszolódni, küzdeni, tűrni és vágyakozni. A történet közös akkor is, ha előfordul, hogy részben máshogy olvastuk, amikor történt, máshogy most, és esetleg máshogy fogjuk olvasni az érettségi találkozónkon. Hibáztunk, nem egyszer. Ezen most már kár töprengeni, akárhogy is van, a történet kész és rövidesen véget ér. Mind megkaptuk a szárnyakat. Kár volna csak járnunk, ha repülhetünk is. Nincs más hátra, vennünk kell egy nagy levegőt és el kell rugaszkodnunk. De azzal a tudattal szárnyalunk, hogy ide mindig visszatérhetünk. És kaptuk még egy fontos dolgot. Ha valaha az égen keresztül kasult cikázat találkoznánk, tudni fogjuk, hogy ugyanannak és együtt indultunk. Kedves közönségünk, most fogadják szeretettel a vidéki ír kiskocsmák hangulatát idéző vidám, pörgős táncunkat. A táncot betanította Tallai Zoltán.
Talai Zoltán tanár úrnak, hogy betanította a táncunkat. Kérjük a színpadra, tanár úr!